Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Július 8-án kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító ereje, azon kívül számíthatunk arra, hogy itt kinyílik egy kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy miről van szó, arról beszámolok ebben a videóban. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, örülök, ha ott meglátogatsz. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét. De a majáknál ez 13 napig tart. Náluk a 13-as szám az egy misztikus szám volt, sőt, ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap július 8-a a 17. hullámban van, és ez azt jelenti, hogy legyünk aktívak. Mégpedig, ami az elképzelés, ez alatt az idő alatt meg lehet ezt valósítani. Ez a portál nap, július 8-a, ez a 9. nap ebben a 17. hullámban, és ezen a napon érezzük a korlátozásokat. Vagy nem mennek előre az események, vagy mások lebeszélnek erről, vagy vannak félelmek, bizonytalanságok. Hajlamosak vagyunk arra, hogy feladjuk a terveinket. Viszont ezen a napon az lenne fontos, hogy erősítsük a belső hitünket. Nem szabad feladni. Nem kell aktívnak lenni, várhatunk még pár napot, viszont kell az, hogy legyen meg a hit, a bizalom, hogy igen, ez a terv most meg fog valósulni. Ebben a maja naptárban vannak szimbólumok. Ezen a portál napon, július 8-án Kabán uralkodik. Kabán az jelenti a mi földünket, vagy a föld anyát, vagy a természetet, de jelenti a füstölőt is, tehát egy szertartást. És ez a szertartás, amit én tartok, ez nagyon erős lesz, hiszen összefüggésben áll, kapcsolatban áll ezzel a Kabán energiával, ami szintén szertartásokra utal. Amit Kabán még jelent, tehát a föld anya, hogy itt a tervek megvalósulnak, hiszen ez jelenti a föld elemét, a reális dolgokat, az, hogy itt kiépül, kialakul most valami. Összefoglalnám azt, hogy mit jelent ez a portálnap, mire utal a szertartás, ennek van gyógyító ereje. Itt vannak lehetőségek, ami a spirituális területet illeti. Vannak tervek, elképzelések, ezen a napon bizonytalanok vagyunk, vagy hajlamosak arra, hogy feladjuk ezeket a terveket, de kell a belső erő, a hit, és ebben segít most ez a szertartás, hogy legyen meg a lehetőség arra, akkor is, ha nem ezen a napon, de a következő napokban, még ebben a 17. hullámban, hogy mindaz, amit tervezünk, mindaz, amit elképzeltünk, hogy most ez tényleg megvalósuljon.
És ez volt a felvétel a portál napról. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy annak is örülnék, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, és mint említettem, ott jelenik meg naponta a Maja Naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera.